Mint a híradóban már elmondtuk, az elmúlt évhez hasonlóan szentkirályi győzelemmel zárult az idei Hírös Vágta. A szervezők a versenyek mellett szórakoztató programokról is gondoskodtak. Az egésznapos rendezvényre több százan voltak kíváncsiak. Most megmutatjuk a legizgalmasabb eseményeket. A Hírös Vágtára nevezett lovasok a versenyek előtt 3 órával már megkezdték a bemelegítést. A küzdelmek résztvevői itt már felmérhették ellenfeleik erőnlétét. A kis huszárok és póniaik is készültek a selejtezőkre. Kiskorom óta érdekelt a lovaglás, anyukám is lovag volt. Mi jó a lovaglásban? Hát minden. Nagyon szeretem csinálni, élvezem. A Hírös Vágta futamai 00:30-kor kezdődtek. Mivel a pálya egy részét takarták a romos épületek, a szervezők egy hatalmas kivetítő segítségével igyekeztek teljes képet adni a futamokról. Bár 16 település nevezett a Nemzeti Vágta előfutamára, egyet a verseny előtt kizártak sérülés miatt. Az elődöntők nem mindennapi izgalmakat tartogattak, volt ütközés, esés, a nézők pedig szurkoltak. Ez ami igazán izgalmas volt eddig? Most ez a futam, ami volt. A barátunknak a lova futott. Ki ők? Kinek szurkoltak? Konfár János, nyakapszállás. És hogy szerepelt? Jól. Jó, ő volt az első. Minden egyes futamot végigizgulunk, főleg úgy, hogy apósom is benne volt az egyik menetbe. Nagyon tetszenek a versenyek. Hogy szerepelt az apósa? Második helyen. Örülünk neki, hogy eljutott idáig. A Hírös Vágta döntőjébe végül Sándorfalva, Szentkirály, Jakabszállás és Nyársapát jutott be. Amíg a nap addigi legjobbjai a végső megmérettetésre készültek, látványos bemutató szórakoztatta a közönséget. A Hírös Vágta döntője 16:30-kor kezdődött. A végső erőpróba is óriási küzdelmeket hozott, de az utolsó 400 méteren Csiki Árpád Szentkirály képviseletében magabiztos előnyre tett szert, és meg is nyerte a döntőfutamot. Az előfutamom az nagyobb, keményebb volt, mint a döntőt. Úgy éreztem, hogy már döntő nem lesz annyira kemény, de azért itt is kellett, hogy elsők legyünk azért. Amíg nem érünk a célba, addig mindig izgalom megvan, meg ezek, és örülök nagyon. Most harmadjára nyertem, meg azt majd Pesten lássuk, hogy mi lesz. Milyen volt maga a versenyzés? Aki nem versenyez, az nem tudja. Nagyon jó. Én szerintem egy lovas embernek, hogy itt elmenjen, vágtázzon, egy nagyon jó élmény meg minden. A Hírös Vágta keretében 9 kis huszár is rajtozált. A győzelmet közülük Felső Lajos képviseletében Tóbiás Zsuzsa szerezte meg. A Nemzeti Vágta technikai igazgatója szerint a szervezők a lebonyolítás tekintetében jóra vizsgáztak. Én azt gondolom, hogy remek versenyeket láttunk, és hát a nap favoritja ezt meg is nyerte, hiszen Csiki Árpád Lord Black-kel talán harmadjára nyeri a Hírös Vágtat, és a tavalyi évben Budapesten is az előkelő 3. helyen végzett, tehát ez nála nagyjából elvárás volt. Hát a kecskemétiek lehet, hogy kicsit szomorúbbak, de hát az előfutamba összekerültek a favorittal. Téglás Balázs azt gondolom, hogy nagyon szépen helyt állt. Egy középdöntőt én mindenképpen látok Balázsba, hogyha Kecskemét bizalma kitart, és őt fogja indítani a budapesti döntőbe. Kis haszárok is ügyesek voltak, Tóbiás Zsuzsi úgy lovagolt, ami elvárás volt, ő is fönt lesz Pesten. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon színvonalas jó rendezvény volt, ide mindig nagyon szívesen jövünk. Kecskemétről összesen 5-en szereztek mandátumot a Nemzeti Vágta őszi fináléjába. 3 felnőtt lovas, Kecskemét a rendezőknek biztosított úgynevezett szabadkártya révén, valamint a kis huszár vágta győztese. Velük legközelebb szeptember 15 és 17 között találkozhat majd a közönség Budapesten a Hősök terén.